Lítiumot és egy NMP nevű mérgező oldószert talált egy szakértői vizsgálat Gödi kutakban. A vizsgálatot a Gödért Egyesület nevű civil szervezet rendelte meg, azzal a céllal, hogy ellenőrizze a Gödi vízminőséget, illetve a városba települt akkumulátorgyár esetleges hatását a talajra és a vízre. Az eredmény szerint ezeknek az anyagoknak a jelenléte nem normális a Gödi kutakban, habár magukat az anyagokat a hazai jogszabályalkotás nem tekinti veszélyes anyagnak. Az európai szabályozás szerint viszont nagyon is veszélyes anyagokról van szó, hiszen toxikus hatású mérgező oldószer, amit az akkumulátorgyárakban is használnak. Bőr, szem, légút irritációt okozhat, illetve a magzatot károsíthatja ez az NMP nevű anyag. Ezért a szakértői vizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy tényfeltárást kell végezni a tekintetben, hogy hogyan kerültek ezek az anyagok a Gödi kutakba. Akit bővebben érdekel a téma, az megtalálja a cikket a leírásban.